Jó estét kívánok, ez az Aktuális. A Réti Pál híd szeptember 27-i átadásával teljessé vált a Munkácsi negyed. Mai adásunkban többek között a kulturális negyed szerepéről beszélgetünk Herceg Tamás országgyűlési képviselővel. Köszöntöm a stúdióba, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, a nézőket is üdvözlöm! Egy picit csaltam itt a bevezetőben, hogy teljessé vált a Munkácsi negyed, hiszen ha egy kulturális negyedről beszélünk, akkor tulajdonképpen soha nincsen befejezés, hanem mindig van bővülés és folytatás, de mégis valamilyen fajta kilométerköve ez, ha nem is záróköve a Munkácsi negyed bővülésének, terjeszkedésének a Réti Pál híd átadása. Valóban így van, a 2010-es évek második felében megálmodott, megtervezett Munkácsi negyed projekt elemei elkészültek, hogyha kapunk még forrás rá, és úgy néz ki, hogy fogunk kapni valamikor a közeljövőben, akkor még a Munkácsi Múzeum homlokzatának a rendbetétele következik, de a program nagy elemei elkészültek, lezáródtak, befejeződtek, de valóban igaz, amit ön mond, hogy nyilván egy kulturális folyamat, program folyamat nem zárult le, sőt éppen azt mondanám, hogy az így elkészült Munkácsi negyed kiválóan alkalmas, hogy egy színes, mozgalmas, kulturális élet folyik folyamatosan Békéscsaba a szívében. Hogyha legmesszebbről indulunk, a stúdió a Szabadság téren van, ha innen viszonyítva a legmesszebbről indulunk, akkor az első eleme talán a Straka Ernő híd, ami elkészült, illetve föl lett újítva. Aztán, hogyha jövünk a stúdió felé, akkor talán érdemes megemlíteni azt, hogy a Kisligetben elkészült egy új köztéri szobor. A könyvtár részben megújult, illetve a könyvtár és a Csabagyöngyek közötti sétány, az a hírességek sétánya lett békéscsabai hírességeknek a nevét olvashatjuk a járda felületen. Aztán, hogyha haladunk tovább, akkor egy nagyon fontos projektről érdemes említést tennünk, ez pedig a gyermekek háza, illetve a Napsugár Bábszínház, a Belicei Kúria átalakítását követően egy új kulturális objektum jött létre tulajdonképpen a város szívében. Teljes egészében, vagy csak nem teljes egészében megújult a Munkácsi Emlékház és a mellette lévő kis arborétum. Aztán, hogyha haladunk tovább, akkor igen, érdemes említeni a Munkácsi hidat, a Munkácsiról a közelmúltban elnevezett hidat, amely szintén részben megújult. A Munkácsi Múzeum is átalakult, és hát fontos említeni egyrészt a könyvtárral, másrészt a Csabagyöngyével együtt a Munkácsi Múzeumot, amely a soft programoknak a jelentős részének a helyszínét tudja biztosítani, és aztán eljutunk ugye az új hídig, amelyet a közelmúltban avattunk nagyon sok békéscsabai örömére. Azt mondhatjuk tehát, hogyha a Munkácsi negyed, illetve hogyha a Modern Városok programról beszélünk, hogy részben a város megközelíthetőségét szolgáló nagy beruházások voltak, részben a gazdasági élet fellendítését szolgálóak, és részben a város szerethetőségét, élhetőségét, az itt élők életminőségét javító nagy beruházások. A Munkácsi negyed ebbe a sorba illeszkedik, de emellett mondhatjuk azt is, hogy a turisták számára is egy kedvezőbb desztinációvá válhat Békéscsaba. Én amikor sétálok az új híd környékén, akkor valahogy az az érzésem támad, mint amikor mediterrán kisvárosokban sétál az ember, és olyan szép, kedves, barátságos, és olyan környezet, ahol érdemes megállni, egy kicsit szétnézni itt az élővízcsatorna mellett. Tényleg szép lett az élővízcsatornának ez a része. Nekem a polgári szó jut eszembe róla, és ez a lehető legjobb értelmében. Azért is jutott eszembe most a polgári kifejezés. Szente Bélával beszélgettünk nemrég ebben a műsorban, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatójával, és leköszönő, szeptember 30-án leköszönő önkormányzati képviselővel, akivel részben érintettük a tehermentesítését a Munkácsi híd kapcsán a kulturális negyednek, hiszen végső soron talán az is cél lehetne, hogy ahogy ön fogalmazott, a turizmus számára a sétáló belváros egy megvalósítható projekt legyen. Esetleg ezzel kapcsolatban, bár talán ez itt a helyi önkormányzat feladata elsősorban, vannak-e már tervek? Minden olyan elképzelés, ami a békéscsabai turisztikai élet fellendítését szolgálja, én úgy gondolom, hogy önmagában nem teljesen tud megállni, tehát nyilván
egy nagy mértékű marketingre van szüksége, és az ország marketinghez pedig természetesen, akár a város marketinghez, vagy település marketinghez, vagy ország marketinghez azért mindig hozzájárulnak olyan központi források is, amik azt a célt szolgálják, hogy akár az országból ide Békés vármegyébe és Békés Csabára jöjjenek turisták, másrészt pedig nyilván a külföldről idejövők számára is fontos az, hogy meg tudjuk jeleníteni a várost, és való igaz, egy településnek a polgárosultsága abból a részben, abból a millióból is fakad, ami részben fogadja azokat, akik ide látogatnak, részben pedig az itt élők érzete, az itt élők lelkiállapota, illetve az itt élőknek az a képe, hogy mit gondolnak a saját városukról, befolyásolja ezt a polgárosultságot, sok minden más mellett természetesen. Nos, tehát ez a Munkácsi negyed, amiről úgy gondoltuk már sok évvel ezelőtt, és én említettem a megnyitón Fekete Péter korábbi kulturális államtitkár mondatait, aki azt mondta, hogy egy olyan belváros rehabilitációról van szó, amire mindannyian büszkék lehetünk, nem csak a Békéscsabán élők, hanem minden magyar büszke lett. Én azt tapasztalom, nagyon kevés olyannal beszéltem még az elmúlt rövid idő alatt, aki Békéscsabára jött Budapestről, vagy valahonnan távolabbról, de egy 6-8 ilyen emberrel már beszéltem, akik mindannyian azt mondják, hogy a néhány évvel ezelőtti állapothoz képest egészen szépen nézünk ki, egészen jól nézünk ki itt a belvárosban. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy csak a belvárosra kell fókuszálni Békéscsabán, vagy a vármegyében nem csak a megyeszékhelyre, hanem a többi településre is, de az mindenképpen igaz, hogy szép lett Békéscsaba a belvárosának ez a része. Kicsit a helyi viszonyokról, helyi eseményekről egy nagyobb kép felé vegyük most az irányt. Elindult ugyanis a parlamentben az őszi ülésszak. Ez mit jelent jelenleg? Melyek azok a már megszületett, vagy megszületében lévő döntések, akár a bizottsági tekintetben is, amelyek érintenek bennünket? Valóban a közelmúltban indult el az országgyűlés őszi ülésszaka. Ennél fogva ennek az ülésszaknak a jogalkotási menetének az elején tartunk. Ahogy minden ülésszak során most is számos jogszabályt alkot majd az országgyűlés, vagy módosít jogszabályokat. Eredetileg viszonylag rövid őszi ülésszakra számítottunk, egy december elejéig tartó ülésszakra, de mivel az ország jövő évi költségvetését illetve 2024 novemberében terjeszti az országgyűlés elé a kormány, ezért körülbelül november, illetve december 20-áig tart majd az országgyűlésnek az őszi ülésszaka. A legfontosabb napirendje az a költségvetés tárgyalása lesz, de mondom, természetesen számos más jogszabályt fogunk módosítani. Ugye az Európai Parlament is tulajdonképpen folyamatosan ülésezik, és az Európa Parlamenti jogszabály változásokhoz igaz adó folyamatos jogharmonizációt is el kell követni, és ez nagyon sok színű egyébként, nagyon sok mindenből áll a kiberbiztonságtól kezdve a védelmi kapacitáson keresztül az agrártámogatások rendszeréig. Tehát sok olyan eleme van a magyar jogszabályi közegnek, magyar jogszabályi környezetnek, amit részben azért módosít folyamatosan az országgyűlés, hogy megfelelő legyen, harmonizáljon az Európai Uniós jogszabályokkal. Ez nagyon helyes természetesen, hogy ez így van. Így, hogyha összevetjük a teljes, a költségvetés elfogadását, vagy a költségvetésről való tárgyalást és az összes többi törvényjavaslatot, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül annyi munkát fog végezni a parlament, mint az előző őszi ülésszakokban. Folyamatos jogalkotással telik majd az ősz egészen december 20-áig. Most a költségvetésre, ha nem is számszerűsítve, sőt, ha nem számszerűsítve, de mégiscsak kitérve, éppen a tegnapi napon, ugye most Geszten itt Békés vármegyében ülésezett a kormány, és tegnap a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt arról a döntésről, de talán inkább irányról, amely hát a gazdasági függetlenséget nevezte meg, amely nyilván talán mondhatjuk, hogy eddig is jellemző volt, és talán most még nagyobb hangsúlyt kap. Ez hogyan, ha már a harmonizációról beszélünk, ez hogyan kapcsolódik össze például a költségvetés kérdésével? Én a gazdasági függetlenséget részben abban is látom, hogy a magyarországi mikro, kis és középvállalkozások megfelelő
támogatásokhoz megfelelő forrás lehetőséghez jussanak, megfelelő jogi környezetben tudjanak működni. Igen, nagyívű támogatási rendszere lesz ősszel elfogadva a mikro, kis és középvállalkozásoknak. Ez is részben hozzájárul ahhoz az a gazdasági függetlenséghez, amiről részben most miniszter úr, korábban pedig miniszterelnök úr beszélt. Egyébként pedig a kormányülést megelőző időszakban Békés vármegyét érintő fejlesztésekről is tárgyaltunk. Én azt hiszem, hogy hamarosan eljön annak az ideje, hogy erről is tudjunk beszámolni. Most még egy picit úgy gondolom, hogy előre szaladnék, hogyha erről próbálnánk tájékoztatást adni, de hamarosan reméljük, hogy a kormányülés időszakában folytatott, kormányzattal kapcsolatos párbeszéd, vagy a kormányzati párbeszéd, kormányzati kommunikációnak is lesznek majd látható jelei. És arról pedig majd akkor beszélni fogunk, amikor előttünk lesz. Lezajlottak ugye az önkormányzati választások, ennek most ugye éppen az az aktualitása, hogy itt az előző kérdésben is említettem, hogy hát a helyi önkormányzatoktól, önkormányzati munkától többen elköszöntek, illetve hát a grémiumokban, különböző településeken azért láthatóak a változások. Az ön körzetében is történtek változások, polgármesteri széket tekintően is. Így van, sok változás történt a 2024 júniusi választás során, és vannak olyanok is, amiket én inkább érdekességnek neveznék, vagy különlegességnek, furcsaságnak. Az egyik az, hogy több női polgármester lett 2024 májusától, viszont tehát négy olyan település van, amit a 10 választókerületi településből hölgy irányít majd, viszont a másik oldala a dolognak, hogy Békés Csabán ez az első olyan ciklus, amikor nincsen nő önkormányzati képviselő, tehát nem csak, hogy férfiak dominálják az új testületet, hanem kizárólag férfiak kaptak helyet az új testületben Békés Csabán. És ugye az az érdekes, hogy kis településen lettek nők, polgármesterek. Azt hinnénk, ugye, hogy a nagyobb városokban az ilyen típusú női egyenjogúság is jelentősebben tapasztalható, és közben nem így van. Hogyha lehet egy kicsit arról beszélni, hogy hány új, hány régi képviselő van. Békés Csabán eddig 101 önkormányzati képviselő dolgozott 1990 óta, most 6 új képviselő lép be, itt tehát a ciklus végéig azt mondhatjuk, hogy 107 képviselő lesz, hogyha nem történik időközben változás. A tavalyi, vagy az előző ciklusban ugye két szomorú eset miatt is, két haláleset miatt is jött be új képviselő a testületbe. Ami talán még érdekes, hogy egy olyan közéleti szereplő van, aki 1990 óta folyamatosan jelen van a közéletben. Két Soprony polgármestere Völgyi Sándor úr az, aki 1990-től Két Sopronyban önkormányzati képviselő volt, majd egy időközi választáson 1996-ban polgármesterré választották, és azóta betölti ezt a tisztséget. Egyébként még egy valaki van, aki 1990-től önkormányzati képviselő volt, ő Nagy Sándor, Békés Csabai fideszes képviselő, aki az előző ciklusban időközi, hát pontosabban egy sajnálatos haláleset, Hanó Miklós alpolgármester halála miatt került be a testületbe listáról, és most is listáról került be a testületbe, és így képviseli a Békés Csabaiakat. Sok érdekesség, sok színes elem van ebben a 10 új megválasztott testületben. Tervezem azt is, hogy majd valahogyan írásos formában ezt szeretném megmutatni a választópolgároknak. Minden bizonnyal érdeklődésre fog számot tartani, már csak a számok tükrében is, és akár visszatekintve a 90-es évekre is. És még egy témát mindenképpen érintsünk, és hát visszakanyarodunk tulajdonképpen majdhogy nem oda, ha szabad így fogalmazni, a Munkácsi negyedbe, ahonnan elindultunk, hiszen a 32. garabonciás napok kapcsán, illetve ehhez kapcsolódva, amely ugye Magyarország legnagyobb középiskolai diákfesztiválja, volt a Csaba Gyöngye Kulturális Központban egy születéskiállítás. Nem az első, nem is az utolsó minden bizonnyal, viszont ennek kapcsán fontos kérdések merülnek fel, demográfiai kérdések még hozzá.
Valóban így van, demográfiai kérdések, családtervezéssel kapcsolatos kérdések, fogamzás szabályozással kapcsolatos kérdések. Az minden esetre egy tény, hogy a rendszerváltozás környékén 23 év volt az első gyermek vállalásakor a nőknek az átlagos életkora. Ez mára, vagy 2023-ra 29 évre növekedett, tehát hogy amit látunk akár magánemberként és a személyes életterünkben, az valóban így van, egyre idősebb korban vállalják az első gyermeket a nők, a családok. Ami kedvező tendencia az az, hogy az 1980 és 1990 között olyan 80 ezerről 90 ezerre emelkedett a művi vetélések, az abortuszok száma, az iszonyúan nagy szám, majdnem annyi volt, mint az élveszületések száma, és ez a tudatos családtervezés, illetve a fogamzás szabályozásnak köszönhetően, a fölvilágosításnak köszönhetően 23 ezerre csökkent az előző esztendőben. Ez egy nagyon kedvező tendencia, de kevésbé jó tendencia az, hogy csökken a gyermekek száma. Egyrészt az is csökken, hogy mennyi gyermeket vállalnak a családok. Az utóbb egy-két esztendőben látjuk, hogy ez a ráta is romlófélben van, illetve a demográfiai hullámvölgynek köszönhetően nominális értékben is kevesebb gyermek, tehát ténylegesen valóságosan is kevesebb gyermek születik. Nos, ez a születés kiállítás azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok a családtervezéssel, a tudatos családtervezéssel megismerkedjenek, a szerelem, párkapcsolat, intimitás, szexuális élet, mint hívószavak jelennek meg a kiállítás során, és azt tapasztaljuk, hogy mindig több száz fő kíváncsi erre a kiállításra. Ebben az esztendőben is 300 és 400 közötti azoknak a száma, akik eljöttek, és én biztos vagyok benne, hogy azok, akik a kiállítást megnézik, ők nem csak a lányok, mert hogy többségében a lányok voltak itt, nem csak a lányok, hanem a lányok és a fiúk, azok, akik párkapcsolatot terveznek, vagy párkapcsolatban élnek, azok egy picit másképpen gondolkodnak majd arról, hogy milyen érzés gyermeket vállalni, és hogyan is tervezzék majd a jövőjüket, a közös jövőjüket. Hát nagy lózunk lesz, de mint az élet minden területén, a kommunikáció itt is kulcs, az egymás közötti kommunikáció, ebben a tekintetben különösen. Alapvetően fontos ez így. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt a mai Aktuális. Kísérjék figyelemmel televíziós műsorainkat, és olvassanak minket a behir.hu-n. Viszontlátásra!